Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jobb Rode, és nagy tisztelettel köszöntöm Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A mai témánk pedig a jóléti társadalmaknak a felszámolódása, vagy lejtmenetbe kerülése. Ez egy nagyon izgalmas, érdekes téma, annál fogva is, mert szerintem mindenki kicsit tapasztalja ezt a saját bőrén is, és így egy gyakorlati témáról is fogunk beszélni. De még mielőtt ezekre a gyakorlati dolgokra rátérünk, egy picit segítsen abban, hogy ön szerint mi a jóléti társadalom. Ugye ennek sokféle megfogalmazása van, van egy ilyen politikai, gazdasági definíciója, de amikor egymás között most, amiről beszélni akarunk, azt mondjuk, hogy jóléti társadalom, akkor az alatt mit értsünk? Hát amit minden Közép- és Kelet-Európából érthettünk belőle az elmúlt 3 évtizedben, mióta egy picit közelebb kerültünk ehhez az úgynevezett jóléti társadalom képhez, az az a remény, vagy az a meggyőződés, hogy a gyermekeink jobban fognak élni, mint mi, és azért fognak jobban élni, mint mi, mert értelmes munkáért több pénzt kapnak, mint mi, amit okosabban tudnak befektetni a jövőbe. Tehát, hogy van egy olyan típusú biztonsága az ő jövőjüknek, ami nagyobb részt a mi felelősségünk, de hogy maga a társadalom szerkezete az, ami ezt biztosítja. Tehát, hogy a szociális védőháló, a nyugdíjbiztosítás, ha félreteszed a pénzed, akkor az fial a bankba, és nem viszi el bankcsőd, és így tovább. Tehát egy bebiztosított, többé-kevésbé kényelmes életet biztosító társadalom össz. És ez az illúzió, vagy ez az a kép, ami már a COVID-járványban megbontódott, és ez az illúzió, amivel le kell számolnunk így a háború árnyékában. Ez a jobban fognak élni, mint mi, ez nem csak gazdaságilag, vagy tehát anyagilag jelent egy jobb életet, hanem akár azt, hogy nagyobb lesz a szabadságuk, lesz egy olyan úgymond lelki, pszichikai jólétük, amely nekünk esetleg még nem adatott meg, már amiatt sem, mert hogy mikor és hogyan születtünk meg. Tehát erre is gondoljunk itt? Jó lenne, hogyha a jóléti társadalom alatt a lelki, a mentális jólétet is értették volna, de általában ezt a szokás keverni ezt a fogyasztói társadalommal. Magyarán, hogy elegendő javat tudnak begyűjteni, akár megvásárolni, ahhoz, hogy a komfortzónájukat kiépítsék, és nagyjából itt véget is ért ez az eszmény. Tehát a jóléti társadalom az egy fogyasztói társadalomnak a kivetülése, vagy egy másik elnevezése, a hétköznapi értelembe véve, ahogy szoktunk erről beszélni. Tehát, hogy minden évben tudok venni egy új telefont, le tudom cserélni az autómat, le tudom cserélni a televíziómat, a használati eszközeimet, és erről szólt a javak fogyasztásáról, javak fölhalmozásáról és fogyasztásáról, vagy most már a javak cseréjéről, folyamatosan a javak cseréjéről szólt ez a jóléti társadalom. Hát gondoljunk bele, tehát, hogyha bemegyünk most egy akármilyen nagy szupermarketbe, akkor azt látjuk, hogy van 17 féle mondjuk kifli. Tehát, hogy nem vagyok abban biztos, hogy mind a 17 féle kiflire szükség van, de mind a 17 kifli rendelkezésünkre áll, reggel, nem tudom, nyitástól késő esti zárásig, főként nagyobb városokban, még az is elképzelhető, hogy éjszaka is friss bucit tudok vásárolni, mert éppen akkor szottyan rá kedvem. Tehát ez az, amit mi jóléti társadalomként szoktunk érteni, vagy értelmezni. Az, hogy a lelki, vagy a mentális egészség szempontjából mi az, ami jóléti társadalom, na, itt már azért döccenők vannak. Tehát ugye utalt rá, hogy szabadabbak lehetnek, mint mi. De mitől szabadabbak? Tehát, hogy mit értünk a szabadság fogalma alatt? És azt látjuk, hogy a nyugati társadalomban a szabadság alatt az a partalan jogszaporítást kezdték érteni. Tehát, hogy kötelezettségek vagy felelősségvállalás nélküli jogoknak a rendszerét. Ugye a jogokból többféle van, vannak az elsődleges jogok, meg a származtatott jogok. Az elsődleges emberi jogok az, amit az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában kinyilatkoztattunk. Tehát kinyilatkoztattuk, hogy ezek azok az emberi jogok, amelyek minden embernek elidegeníthetetlen jogai. És ebből tudunk levezetni másodlagos, harmadlagos, negyedleges, tehát származtatott jogokat. Többé-kevésbé koherensen, inkább kevésbé koherensen, mint többé. Tehát, hogy vannak azért eléggé erőszakolt emberi jogaink is, amit így azt mondjuk, hogy most már van. És az Európai Unió, ami a jóléti társadalomnak a
nálunk fele értelmezett keretrendszere, azaz ezeket az emberi jogokat építette be az alapjogi kartájába. Tehát van az Európai Unió alkotmánya helyett egy alapjogi karta, ami felsorolja, hogy milyen típusú jogok, alapjogok érvényesülnek, vagy kell, hogy érvényesüljenek az Európai Unió tagállamain belül. Ez kötelező mindenkire, minden tagállamra és minden csatlakozni vágyó tagállamra nézvést. És akkor itt kezdenek azért már kitüremkedni azok a több értelmiségek, amelyek az Európai Unió jogalkotását és vezetését mostanában kezdik jellemezni. Tehát például a szolidaritás fogalma, ami egy értékfogalom, tehát hogy szolidárisnak kell lennünk, ez így, ebben nincs vita, tehát önmagában nincs egy olyan típusú filozófiai vita az Európai Unió belül, vagy a nyugati kultúrán belül, hogy a szolidaritás az egy olyan érték, amit nekünk élnünk kell, tehát szolidárisnak kell lennünk. Csak, hogy az alapjogi kartában a szolidaritás fogalma, a szolidaritás című fejezetben a munkavállalók jogairól van szó. És most a szolidaritást azt meg az illegális migrációra húzzák rá, tehát megváltoztatják a szavaink jelentését. És akkor az ember így elveszíti már a fonalat, hogy akkor most melyik szó alatt mit kell érteni, melyik jog honnan származik, milyen értékláncolatból tudunk kikövetkeztetni származtatott jogokat. Kedvenc példám ugye az a tolerancia fogalma, aztán, hogy beszéltünk erről egy korábbi műsorban, de itt a hallgató kedvéért megismételném, tehát a tolerancia eredeti értelmében az nem a helyesgyést jelenti, hanem az eltűrést. Tehát, hogy nehogy minket itt mindenfajta izmussal megbádoljanak, maradjunk a kereszténység kultúrkörén belül, ez egy biztonságos terep, tehát, hogy nekem katolikusként tolerálnom kell a protestánsokat. Az nem azt jelenti, hogy helyeslem a protestantizmus, mert nem is helyeselhetem, tehát dogmatikailag kizárja a kettő egymást. Tehát, hogy én katolikusként egy unitárius dogmatikáját nem helyeselhetem, hiszen az én alapvető dogmatikai alapelvemmel Jézussal, mint Isten fiával ütközne össze. De elfogadom, tehát nem akarom az unitáriusokat lámpavasra kötni. Erről szól a tolerancia, így is vezették be, tehát a vallási türelemből ered a tolerancia fogalmast. Ehhez képest azt látjuk, hogy amikor azt toleranciára szólítanak fel, mondjuk az LMBT jogok kapcsán, akkor kimondva kimondatlanul, most már egyre inkább kimondva, azt kérik tőlünk, hogy helyeseljük. De nem kell nekünk helyeselnünk, el kell fogadnunk, meg kell tűrnünk, hogy ők másképp gondolkodnak erről a kérdésről, mint mi. De nem helyeselhetjük. Tehát, hogy megváltozik a fogalmaink jelentése, ebből következően azok a származtatott jogok is, amelyeket ezen értékláncolatokra alapozva vezetnek le az egyetemes emberi jogokból, szintén egyre inkább partalanná válnak, tehát már nem tudjuk, hogy mihez nincs jogunk, mert mindenkinek mindenhez joga van, anélkül, hogy felelősséget vagy kötelezettséget raknánk hozzá. És ez nem jó. Azért nem jó, mert az ember elveszíti a tájékozó képességét, nem tudja, mi a helyes, mi a helytelen. Minden helyessé válik valamilyen szempontból, tehát relativizálódik ennek az egésznek az egész mátrix. Másfelől pedig azért nem jó, mert a gyermekeink ebbe szocializálódnak majd bele. Tehát, hogy azt fogod mondani mondjuk a gyermekednek, hogy meg kell csinálni a házi feladatot, és ő hirtelen egy áldozati csoportba tolja be magát, tehát ő a felnőtt elnyomás áldozata, és azt mondja, hogy nem, neki joga van, ő nem megcsinálni a házi feladatot. Tehát most azért próbálok ilyen abszurd példákat hozni, ne sértsünk meg senkit még akaratlanul sem, de hogy errefele tartunk. Tehát, hogy a mentális és lelki egészségünk az stropára fog menni a partalan jogszaporítás okán. Tehát a jóléti társadalomnak ez a típusú az egyént mindenek fölé helyező, gyakorlatilag egy másik Isten pozíciójába helyező alapvetése, az rossz. Na, mindjárt rátérünk arra, hogy hogyan is kerül lejtmenetbe ez a jóléti társadalom, de azért még itt maradjunk egy picit. Ki az, aki újra definiálja, vagy kik azok, akik újra definiálják ezeket a fogalmakat, és milyen szándék van emögött? Ugye az ember, amikor így beszélünk ilyen általános alannyal, akkor mindig kíváncsi arra, hogy na jó, de ez ki van emögött? Az, akit mi úgy szoktunk nevezni, a liberális mainstream. Tehát van egy olyan
baloldali és liberális mainstream, ez általában a felső 10 000 tagjól kerül ki, akik egyszerűen nem tudnak leszokni arról, ami a baloldalnak mindig is a sajátja volt, ez a társadalombérnökösködés. Tehát, hogy valakik valahol majd kitalálják, megmondják, hogy nekünk mi a jó, hogyan lehetünk majd jobb emberekké, vagy jobb társadalommá, és ha törik haszakat, ha tetszik neked, ha nem, átnyomják az egészet rajtunk, vagy ránk erőszakolják. És ez a társadalom mérnökösködés, ugye ez a nyílt társadalom ideája az, amit most éppen megpróbálnak ránk erőltetni, azt mondják, hogy nekünk befogadóknak kell lenni, jöhet boldog-boldogtalan, átjáróházzá kell tenni az egész Európai Uniót, mert kialakul majd a multikulturális társadalom és a kultúrák egymásra hatásából kijön valami olyan posztnacionális, tehát nemzet utáni vagy nemzetek fölötti, nem tudom, utópia végül is, mert egy utópiáról beszélünk, ahol ezek a nemzeti kiváltságok, ezek nem fordulnak át kirekesztésbe. Tehát itt a farkas együtt fog legelni, vagy az oroszlán együtt fog legelni a bárányjal már ezen a világon. Soha nem történt ilyen. Azt látjuk, és ez az, amire Angela Merkel is rájött már vagy 10 évvel ezelőtt, hogy ez a multikulturális társadalom egyszerűen nem működik. Tehát, hogy olyan konfliktusokat kódolunk be ebbe a rendszerbe, ami kezelhetetlen, tehát menedzselhetetlen konfliktusokat építünk be ebbe az úgynevezett együttélésbe. Hiszen miről szól a történet? Arról szól a történet, hogy valaki egy szekuláris társadalomban él. A nyugat-európai társadalom, vagy a jóléti társadalom, az egy szekuláris társadalom. Tehát külön választottuk a jóisten kérdését a világi törvényekről, a világi törvénykezés az egy konszenzuson alapuló törvénykezés, tehát azt mondjuk, hogy megegyezünk, hogy embert ölni nem jó, tehát rossz, ezért ilyen és ilyen büntetés jár, és innentől kezdve az erőszakszervezetek, akiket mi fizetünk az adóinkból, vigyáznak a törvények betartására. Tehát ez egy tiszta képlet, nagyjából ezt tudtuk kitalálni az elmúlt pár száz évben, és egy működőképes modell. Tehát többé-kevésbé azért működőképes, tehát tudjuk azt, hogy ha rosszat követünk el, és lebukunk, akkor annak van egy büntetése, börtönbe zárnak, a halálos ítélet Európában nincs, Amerikában van, mind a kettő nyugati társadalomnak két oszlopa, tehát hogy Amerika bizonyos államaiban van, Amerika Egyesült Államok bizonyos tagállamaiban van, máshol meg ott sincs. Tehát, hogy van ez a teljes szekuláris törvénykezésünk, amit kicsi szóltunk is, és élhetőnek bizonyult. Na most egy olyan együttélésben, ahol a másik civilizáció, ez most nem értékítélet akar lenni, tehát nem azt mondom, hogy mi vagyunk a jobbak és ők a rosszak, hanem másak. A másik civilizációban az isteni szó felülírja a szekuláris törvénykezést. Tehát, hogy ő nem fog a világi törvényekre úgy gondolni, mint ami fontosabb lenne, mint az, amit ő Isten szavaként azonosít, vagy Isten parancsolataként azonosít. És innentől kezdve a világi törvénykezés megbukik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egyszerre van mondjuk az Egyesült Királyságnak egy valami fajta törvénykezése, és ezt össze tudom békíteni a sáriával. Nem fogom tudni összebékíteni. Ez a kettő egyszerűen kizárja egymást. És a hithű muszlim az úgyis a sáriát fogja szem előtt tartani, hiszen az az ő identitás, az az ő élete. Ebben hisz, így szervezi az életét. Mondom, nem értékítélet akar lenni, csak azt mondom, hogy összebékíthetetlen konfliktust okozunk. És innentől kezdve a multikulturális modell, mint olyan valóban megbukik, de ettől még erőltetjük. A másik probléma ezzel a nyitott társadalom, vagy multikulturális társadalom eszméjével az az, hogy olyan identitás elemeket kezd ki, amelyek az elmúlt pár ezer évben megszervezték a mi életünket. Tehát a férfi, a nő, tehát mi a férfi, mi a nő, mi a család, hogyan van egy kisebb közösség, amit én beláthatok és sajátomnak érezhetek, ez volt korábban a törzs, aztán a 18. századtól a modern nemzeti identitások kialakulásától a nemzet. Tehát, hogy vannak olyan típusú közösségek, amelyek mértéküknél fogva még szerethetőek, és ennek a közösségnek a tagjaként vannak nekem kötelezettségeim és jogaim. És ez az, amire a 20. században Hannah Arendt mutat rá, hogy az emberi jogokat, az egyetemes emberi jogokat mi deklarálhatjuk, és elmondhatjuk, hogy minden embernek joga van ehhez, meg az, de ahhoz, hogy ezeket az emberi jogokat érvényesíthessünk, tehát érvényt tudjunk nekik szerezni, ehhez kell egy politikai közösség, ami védi ezeket, beépíti ezeket az emberi jogokat, és szavatolja a közösség tagjai számára. És hogy akkor történt az első nagy probléma, mondja Hannah Arendt,
ami majd elvezetett a holokausztig, amikor a zsidókat másodrendű állampolgárokká degradálták le a németek. Tehát azt mondták, hogy ők rájuk már nem vonat, kiestek a politikai közösség első rangú tagjai közül, tehát már nem illette meg őket ez a bizonyos védelem, és ebből következik majd később a holokauszt. Tehát, hogy ha nincs olyan politikai közösség, ez lehet állampolgárok közössége számunkra, meg a nemzet közössége, aki ezeket a jogokat szavatolni tudja, akkor megsüthetjük az emberi jogokat. Márpedig a multikulturális társadalom pont ezt a közösséget veri szét, tehát ennek az elemeit veri szét, nem lesz nekünk olyan közösségünk, aki szavatolni tudja ezeket a bizonyos jogokat. Tök mindegy, hogy elsődleges vagy származtatott emberi jogok. Erre mondják azt, hogy de a transznacionális nagy hálózatok, tehát NGO-k, meg akár multicégek, vagy kormányok fölötti nagy világszervezetek, mint az ENSZ, ezek majd biztosítani tudják ezeket a bizonyos jogokat. Hát meg körül kell nézni a világban, hogy mire képesek ezek a bizonyos transznacionális szervezetek és szervezetek, amint hogy a intézmények nem tudják. Tehát egész egyszerűen nincs se katonai erejük, semmifajta kényszerítő erő nincs a kezükben, hogy az egész világon mindenütt ezeket a jogokat, vagy emberi jogokat szavatolni tudhassák. De ugye ezeket az emberi jogokat, amikben egyszer megegyeztek, hogy mik az emberi jogok, ezeket így tágítgatják is. Tehát, hogy próbálnak több mindent bele szuszakolni ebbe. És az az érdekes, hogy ha már azért az ön asztala részben a kultúra és a kultúrához köthető témák, hogyan szüremkedik mindez be a jog világából a kultúrába is? Mert ugye itt lehet az embereket megfogni, mert több osztatú kérdés, tehát a kultúra az eszköze, az indoktrinációnak az eszköze. Tehát ma egy globális stream platformon, nem tudom, szabad-e itt neveket mondani. Nyugodtan mondhatja. Mondjuk, ha elkezdünk nézni egy Netflix sorozatot, vagy egy HBO Max, vagy nem tudom most milyen neve éppen sorozatot, vagy teljesen mindegy, akármelyik ilyen nagy globális stream platformon, előbb-utóbb kötelező vörös falok, amik mi a kommunizmusba be kellett építsünk annak idején, nem tudom, megdicsérni az első számú vezetőt, vagy és így tovább, tehát hogy a kommunistákat mindig kötelező módon meg kellett dicsérni, vagy Lenin elvtárs azt mondta, hogy Kádár elvtárs azt írta, hogy és így tovább, tehát ezt nevezték vörös falaknak. Na ez most az LMBTQ. Tehát, hogy indokolatlanul a dramaturgia szétverésével hirtelen bekerül valami érzékenyítő kis mellékszál bármilyen történetben. Hihetetlen idegesítő. Én már nem tudok nézni ott sorozatokat, mert mindig bejön és agresszíven jön be ez a bizonyos érzékenyítő történet. Ugyanez van mondjuk a BLM mozgalommal, tehát most nem a jogosságát vitatom annak, hogy a feketék jogfosztottan éltek az Amerikai Egyesült Államokban, bár ehhez nekünk Magyarországon valami kevés közünk van, sem gyarmatosítók, nem voltunk sem az Amerikai Egyesült Államok törvénykezését, nem befolyásoltuk ilyen mértékben. Amit meg hozzátettünk Kossuth Lajos okán, az pont jó, de mindegy. Szóval, hogy nem azt vitatom, hogy őket ott sírelem érte, csak nem biztos, hogy nekem ezért meg kell változtatnom az életemet. A teljes mértékben. És az indoktrináció, ez a woke, ez meg folyamatosan azt mondja, hogy a fehér halott emberek kultúrája az rossz. Szemét dombra vele, ez a cancel culture. Tehát ki akarják dobni azt, ami minket saját magunká tesz. Átírják a könyveinket, tehát azt mondják, most éppen Agatha Christie-t fogják kiherélni szegényt, majd a műveit, hogy nem tudom, milyen rasszista beszólások vannak különböző műveiben. 10 kicsi néger című krimiében, most a néger szót ki kell venni, mert az sértő az afroamerikai de fekete. Mi lesz helyette? Hát fogalmam nincs. De hogy átmentünk így teljesen abszurdba. Ez az, amit én a Petőfi kiállítás megnyitóján mondtam, hogy ha ez beszülemkedik ide, akkor Vörös Martnak a Vén cigány című versével mit kezdünk? Mert hogy az bizonyos roma közösség, az sértőnek érezzi, bár én az összes roma barátommal, akivel beszélgetek, mindenki azt mondta, hogy ő cigány, de mindegyetben nem menjünk bele, mert... Jaj, maga a szó. Tehát maga a szó sértő, igen. Tehát, hogy akkor ezt ki kell venni. Gárdonyi Gézának az Egri csillagok című zseniális történelmi regényéből a cigány figurája, ugye ez egy sztereotíp figura. Joggal kérheti ki, mármint, hogy jogszaporítással kikérhetni maga a roma közösség, hogy ne ábrázolják így a cigányokat akármilyen történelmi műben. Magyarán Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét írjuk már újra, ilyen PC-re.
És ez, azt hiszük, hogy ez még nincs itt, de itt van már, itt kopogtat a kapunkban, hiszen egy Tóth Krisztina nevű költőnő, aki híres költőnő, az már Jókai sematikus nőábrázolásainak egyszer neki fejelt, tehát neki rongyolt a Jókainak, hogy azok a nőábrázolások azok nem jók, tehát hogy újra kellene talán gondolni azt, hogy Jókait akkor fenntartsuk-e azon a csúcson, amit ahova megérdemeltem feljutott. Tehát már beszeremkedett a magyar kultúrába is, tehát a kultúra az az érzékenyítés eszköze, és ami a legnagyobb probléma, hogy azok a platformok, amin keresztül eljutnak a gyerekeinkhez, tehát a fiataljainkhoz, azokat mi már nem tudjuk kontrollálni. Tehát fogalmunk nincs, hogy milyen üzenetek jutnak el azokon a platformokon keresztül a fiainkhoz, gyerekeinkhez, amiket ők használnak. És ugye mondhatnánk azt, hogy ez a jéghegy csúcsa, mármint a streaming szolgáltatók, a mozifilmek, illetve akár olyan regényeknek a születése, mert én már ilyet is láttam könyvesboltban, hogy egy külön polc volt olyan regényeknek, amelyek ilyen azonos neműeknek párkapcsolatokat ábrázoltak, és ennek a történetén ment keresztül egy regénysorozat. Tehát, hogy ez mondhatnánk azt, hogy ez a jéghegy csúcsa. De amikor az ember mondjuk a kultúrának azt a rétegét nézi, ami az életmódunkhoz is hozzátartozik, tehát, hogy bemegyünk venni magunknak egy blézert, most csak, hogy nagyon bagatell példát mondjak, és ugye a nagy világcégeknek, az üzleteinek a falain olyan félreérthetetlen pozícióban vannak azonos nemű hölgyek vagy férfiak, amelyeken ugye, amin nekünk, tehát hogy ezek ilyen észrevétlenek, amikre mit mondunk ilyenkor a gyermeknek, hogy fordulj el, tehát ő már így nő föl, mi ilyeneket még gyerekkorunkban nekünk ez nem volt természetes, hogy ilyenekkel találjuk magunkat szemben nap, mint nap. De hogy ez, engem azért érdekel ez a kérdés, mert ez a szexuális szokásainknak a kérdése. Tehát az, hogy kit szeret, és Magyarországon 18 év fölött bárki bárkit szerethet, hálószobán falain belül intézzék el, amit szeretnének, tehát hogy ez a típusú szabadság, ez garantált, hogy biztosítva van. És tehát a tolerancia működik majdunk annyiban. Tehát Magyarország egyébként toleráns. Szerintem igen. Jogszabály környezete biztosan az, és hát én nem nagyon hallottam olyasmiről, hogy homoszexuális párokat dobálnának le toronyházak tetejéről, tehát hogy ez egy elfogadó ilyen szempontból toleráns társadalom. Csak hogy ugye, ha a szexuális szokásokról beszélünk, mondok egy kicsit ellenpéldát, hogy mennyire idegesítő ez a történet. Valamikor az ezredfordulók környékén olvastam ilyen szociológiai tanulmányokat, amiről arra beszélnek, hogy az anyáink generációjának a szexuális életük lapossága okán nem volt életükben orgazmusuk, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy társadalmi probléma volt, hogy a szexuális élet, vagy a szexuális kultúra az nem volt annyira sokszínű. Most vagy igaz, vagy nem, de hogyha igaz, akkor a mostani wokista logika szerint a kisgyerekeinknek gyakorlatilag oda kéne adjuk a kámaszútrát. Tehát be kéne vigyük a szexuális edukációba, nevelésbe a kámaszútrát, a különböző pozícióba, megtanítani őket az örömszerzésre, meg az örömokozásra, és így tovább. De ezt nem tesszük. Tehát mert azért nagyot is néznék, hogyha hazajönne a gyerek, és azt kérdezni, hogy anya, apa, amikor én fogantam, akkor jó volt nektek? És akkor utána bemegyünk, és elveszik a Kámaszútra gyerekeknek című mesekönyvet, és elkezdjük nézegetni. Ezt csinálják most az LMBTQ-val. Tehát ez a bizonyos fajta érzékenyítés ugyanez a logika mentén megy. Tehát ha mi azt mondjuk, egészséges heteroszexuális felnőttek, hogy a gyereknek van mégiscsak egy fejlődése, van, amit megért, van, amit nem ért fel. Tehát az egyet fejlődésnek vannak különböző stációja. Nem biztos, hogy elég érett bizonyos problémák megbeszélésére, átbeszélésére, több információ kell neki, kell egy érési folyamat, amíg eljutunk odáig, hogy erről őszintén beszéljük, és ha ezt elfogadjuk, már pedig ez a természet, tehát hogy ez egy tudományos tényezen nem lehet vitatkozni. 3 éves gyereknek nem magyarázol a tőzsdéről, mert nem érti. Tehát más a más szintjén tart még az egyetfejlődésnek, akkor hadd zárjuk már le ezt az LMBTQ érzékenyítés elől is. Tehát mondjuk azt, hogy ez az, ami a szexuális preferenciákra vonatkozik, ez nem a gyerek dolga. Majd 18 év fölött, vagy mondjuk 16 fölött lehet erről vele beszélgetni. Az alatt meg hagyjuk békén a gyerekeinket. És ez az, amit nem fogadnak el tőlünk. Tehát miközben mi önmérsékletet tudunk a saját életünkben tanúsítani, és megpróbálunk a valóság talaján igazodni ahhoz, ami a természet szerint van, vagy a tudomány szerint van, vagy a tudomány jelenállása szerint így van,
Akközben ezek a társadalommérnökök, és ez a logikája az egész történetnek, ez a társadalommérnökök indoktriner módon ránk próbálnak erőszakolni valóságidegen állításokat. Ez az egész gender kérdés az erről szól, tehát a társadalmi nemeknek a kérdése. Az az abszurd helyzet van mondjuk tőlünk nyugatabbra, hogy egy gyermek 21 éves koráig mondjuk nem ihat alkoholt, 16 éves koráig nem vezethet autót, vagy 18 éves koráig nem vezethet autót, de nemet válthat 7 évesen. Tehát joga van ahhoz, hogy ő fiúból lányjá operáltassa magát, vagy fordítva, és olyan operációkról beszélünk, amelyek visszafordíthatatlanok. Tehát nincs, hogy 2 évig fiú vagyok, utána meg visszaoperáltatom magam az eredeti állapotban. Tehát, hogy miközben nem engedjük, hogy alkoholt fogyasszon, legalábbis az adott társadalomban nem engedjük, akközben megengedjük, hogy olyan beavatkozásokról döntsön ő maga, amelyek visszafordíthatatlanok. Ementünk ebbe az LMBTQ-s irányba, de egyébként nem bánom, mert aktuális is olyan szempontból a téma, hogy ugye a gyermekvédelmi törvényünkkel kapcsolatban kritikák és aggályok vannak az Európai Unión belül, és ehhez több tagállami csatlakozott is, egy ilyen brüsszeli perről van szó. Tehát annyira nem egyértelmű, hogy a magyar kormány ezt az álláspontját az egyértelmű, hogy meg akarja védeni, de hogy hosszú távon sikerül-e megvédeni, és a gyermekeket megtartani ebben a fejlődési szakaszban azzal szemben, amit ugye ezek az érzékenyítő kurzusok, tréningek kínálnak, hát ez egy kérdés. Ön hogyan látja például ennek a kimenetelét? Mennyire aggódik esetleg amiatt, hogy ez az unió felől, a nyugat felől jövő nyomás végül bedarálja Magyarországot? Jó lenne, ha nyugat is megérteni a jogállamiság fogalmának eredeti értelmét, vagy a hétköznapi értelmét, ez tagállami hatáskör. Tehát az, hogy mit tanítunk az iskolába és a szülőknek, mi ez van jog, ez tagállami hatáskör. Ugye az Európai Unió úgy áll össze, hogy a tagállamok a szuverenitásukból egy bizonyos részt átadnak egy központi irányító szervezetnek, ez az Európai Bizottság, Európai Parlament és Európa Tanács. Ez a hármas vezeti az Európai Uniót, bizonyos jogokat delegálunk, tehát azt mondjuk, hogy ez Európai Uniós hatáskör, tehát visszaadjuk oda egy ilyen központi szervezetnek, és akkor ők ennek alapján majd döntenek. Más jogokat meg itt tartunk tagállami hatáskörben. Na pont a nevelés és az oktatás az tagállami hatáskör. Tehát nem szólhatnának bele, ha ők komolyan gondolnák a jogállamiság fogalmát. Azt látjuk, hogy mégiscsak felül akarják írni, és az Európai Bizottság, ami a szerződések őreként kellene, hogy viselkedjen. Semmi más dolga nincs, csak az, hogy az alapító országok és a később csatlakozó országok által aláírt, konszenzuálisan felvállalt szerződéseket betartassa. Ehelyett ilyen lopakodó módon egyre több hatáskört kezdett magához vonni, ezt már a Juncker Bizottság elkezdte, és elkezdett politikai aktorként viselkedni, tehát, hogy túllépi a saját hatáskörét. Ugyanez vonatkozik egyébként az Európai Parlamentre is, tehát itt a hatalmi harc az Európai Bizottság és az Európai Parlament között zajlik, úgyhogy közben az Európa Tanács, ahol a kormány és államfők ülnek, és elvileg mind a 21-szer konszenzuálisan kell döntsenek sarkalatos kérdésekbe, tőlük próbálják elhúzni a döntési jogköröket. Tehát egyrészt ott vannak a tagállamok a saját szuverén berendezkedésükkel, alkotmányos berendezkedésükkel, bizonyos jogok, bizonyos felelősségeket átadunk a központnak úgy, hogy a tetején mégiscsak ott ülnek a tagállami állam és kormányfők, akik az egésznek megadják az irányát az egész európai politikának, hiszen erről szól a demokrácia. Tehát ezek azok az emberek, akiket választanak. Az Európai Bizottságot nem választják. Tehát az Európai Bizottság jó esetben technokrata politikusokból kellene, hogy álljon, akik mondom, a szerződések betartására figyelnek. Tehát őket nem tudják elszámoltatni a választók, itt már a demokrácia deficit azért megmutatkozik. Másfelől pedig az Európai Parlamentben a különböző frakciók, azok transznacionális módon, tehát az nemzetek és államok fölötti módon pártcsaládok szerint határolódnak el. Tehát, hogy vannak a balosok, meg amit jobb oldalnak nevezünk, Európai Néppárt, az már inkább bal, mint jobb, de teljesen mindegy, tehát, hogy pártpolitikai alapon kezdenek összeszerveződni, ami a kommunista vagy a baloldali elképzelések szerint valóban van ilyen, hogy internacionális, de hát ettől még különböző tagállamok, különböző
berendezkedései nem ugyanazok. Tehát nem lehet ugyanazt a mércét ráhúzni a görögökre és a magyarokra. Ha ugyanazt a mércét ráhúznák a görögökre, mint amit most próbálnak a magyarokkal szemben érvényesíteni, vagy akár a spanyolokra, akkor Görögország és Spanyolország egy fityinget nem kaphatna az Európai Uniótól, semmiféle támogatást. Más kultúra. Nekünk meg megint más kultúránk van. Ezt a más, az egység a sokszínűségben, ez az Európai Unió jelmondata, ezt próbálja kifejezni. Ezt nem értik Brüsszelben. Ez a kérdésnek az Európai Uniós vetülete. A másik, ami a globális vetülete, és egy picit visszatérnék a Blazer kérdéséhez, hogy miért láttunk ilyen sokszínű a társadalmat. Van a jóléti társadalomnak egy szükséges feltétele. Ez pedig a nyersanyag. Tehát ahhoz, hogy mi jól éljünk, ahhoz elegendő számú nyersanyag kell a rendelkezésünkre, amiből elkészítik ezeket a fogyasztási javakat. Tehát magyarán kell elég energia ahhoz, hogy ezt elkészítsék, kell elég mindenfajta egyéb nyersanyag. Na most ez a nyersanyagnak a jelentős része, ez nem itt van, majd nem Európában van, hanem a világ különböző helyein van, és a nagy globális struktúra az úgy nézett ki, hogy megkeressük, hogy hol van a legnagyobb számban, legolcsóbban elérhető nyersanyag, ahhoz a legközelebb kezdjük elépíteni azokat a gyárakat, amik ezeket a nyersanyagokat feldolgozzák különböző fogyasztási termékekké, ezeket hosszú, leginkább tengeri szállítási útvonalon eljuttatjuk azokba az országokba, ahol ezért fizetni is tudnak, és akkor a végén az indonéziai ruhagyárban megvart kis blézert, amit egyébként majdnem rabszolgamunkában várnak, azt itt meg tudom vásárolni 5000 forintért, és akkor mindenki boldog, ez volt a nagy koncepció. Na most ezt ütötte meg a COVID, amikor ezek az ellátási láncok elkezdtek szakadozni. Ez az, amit kérdőjel alá tesznek a klímakutatók, tehát nem biztos, hogy annyi jót teszünk a Földnek azzal, hogy a legszennyezőbb szállítási útvonalat, vagyis a tengeri szállítást, a konténerhajók, teherszállító hajókat mi így finanszírozzuk és fenntartjuk. És hát a nyersanyag miatt azért kitörtek már az elmúlt pár évezredben a háborúk, és úgy tűnik, hogy most is egy ilyen háborúnak vagyunk mi a nyugati szomszédságában, tehát tőlünk keletre az Oroszország gyengítése az egy nyersanyag, vagy legalábbis részben nyersanyagháború is. Oroszországban van nyersanyag. És eddig az Európai Uniónak a jóléti modellje az erre alapult, hogy van egy nagy hozzáadott értéke európai feldolgozóipar, ami az olcsó orosz nyersanyagból valami versenyképes, világszinten, globálisan versenyképes termékeket tud előállítani. Ez leginkább a német autóipart jelentette elsősorban, tehát hogy ez volt a mi versenyelőnyünk a feltörekvő más gazdasági nagyhatalmakkal szemben. Most egyszerre vágjuk agyon mind a kettőt, tehát elvágjuk magunkat az orosz nyersanyagtól, az olcsó orosz nyersanyagtól, minden drágább lesz. Ráadásul Amerikával szemben mi nem merünk patrióta gazdaságpolitikát folytatni, tehát miközben Amerikában mindenfajta kedvezményt kezdenek adni a nagyipari konglomerátumoknak, hogy települjenek haza, és ott végezzék ezeket a tevékenységüket, éppen kinyírjuk a német autóipart tokkal vonóval, tehát az egyetlen versenyelőnyünket. Innentől kezdve Európa, nem is tudom hány sebből vérzik, tehát mintha tudatosan arra játszanának a döntéshozók, hogy Európa versenyhátrányát növeljék, és ne a versenyelőnyét. És ez viszont azzal fog járni, hogy az európai jóléti társadalmak össze fognak omlani, mert hogy egész egyszerűen fenntarthatatlanná vált ez a modell. Na igen, de ugye van itt ennek a gazdasági vetülete, és akkor beszéltünk a jóléti társadalomnak ezekről a, hát amire azt szokta mondani egy ilyen magyar mondás, hogy jó dolgában nem tudja, mit csináljon. Tehát amikor kitalálták ezeket a vók, meg mindenféle ideológiákat, hogy akkor ezzel kössük le a figyelmet, vagy hát nyilván más céljai is voltak ennek, de hogy akkor adjunk valami muníciót, mert hogy egyébként más dolgokért annyira nem kell esetleg küzdeni. Tehát most kimegy ez alól a gazdaság, és akkor marad ez? Most nem akarok konteókat felállítani, de azért van néhány józan paraszt észre belátható folyamat. Tehát, hogy az, ami mozgatja a világot, az leginkább a pénz, meg az anyagi előnyszerzés. Jóléti társadalmaknak ez a nem származékolt következménye. Tehát, hogy mi nem a közösség
jobb áttételiben, vagy a lelki életünk javításában vagyunk érdekeltek, hanem minél több pénzt szeretnénk keresni, mert annál nagyobb biztonságban érezzük magunkat, hiszen a biztonságunkat meg tudjuk vásárolni. Elég pénzem van, fegyveres őrök tudnak járkálni a házam körül, tehát nem éri a családomat probléma. Nagyjából ez a lecsupaszított vázad, nagyon leegyszerűsített vázadnak a történetnek. Mert jó iskolába tudom járatni a gyerekeimet, meg tudom fizetni a magántanárt, és így tovább, tehát fel tudom készíteni úgy az életre, hogy neki versenyelőnye legyen, amikor majd elindul. Tehát, hogy a több pénz az egész egyszerűen elvitte a fókuszt mindarról, ami mögötte lett volna annak, amit mi nyugati társadalomnak gondolunk. Hogyha ezt összekötjük azzal a törvényi szükségszerűséggel, hogy a globális cégek, tehát a multi cégek, amelyek országokon felülívelő, vagy országhatárokon felülívelő módon dolgoznak, azoknak a stagnálás már a halál, tehát hogy mindig növekedési kényszerben vannak. Ezért érdemes megnézni, hogy hol vannak a következő potenciális fogyasztói célcsoportok. Tehát a globális cégeknek az a lényeg, hogy minél folyamatosan növekedjenek, újabb és újabb fogyasztókat húzzanak be az ő körükbe. Az európai fehér lakosság előregedőben van. Tehát a demográfiai válságról már régóta beszélünk, és úgy látszik, hogy nem fölöslegesen, tehát hogy most már így kezdtek rájönni az emberek. A migráció erőltetése is azért van, mert valahogy a munkaerőt pótolni kell, tehát a demográfiailag kieső munkaerőt valahogy pótolni kell, és azt mondják, hogy nem a több gyerek a megoldás, hanem hozzunk be munkaerőt, mert azok itt vannak rögtön, holattól be tudnak állni a szalag mellé, és akkor megmentettük a nyugdíjrendszert, meg a mindenféle egyebet, tehát hogy lesznek nekünk munkás kezeink. Ez amúgy annyira nem jött be Németországban sem, amikor a Törökország felül kezdtek hozni vendégmunkásokat, de nem tanultunk ebből az esetből sem. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az európai fehérbőrű lakosság előregedőben van, vagy mondjuk így az őshonos európaiak előregedőben vannak, demográfiai fogyás van. Másfelől pedig, ahol népesedés robbanás van, az Afrika és India, akkor innentől kezdve egyértelmű, hogy a globális multicégeknek az az érdekük, hogy a következő fogyasztói társadalmat emeljék fel fizetőképes szintre. Tehát, hogy minél több Afrikában született gyerek tudja megvásárolni az ő terméküket. Ezért ők áthangolódnak szépen a fekete kultúra propagálására, ezért van a BLM mozgalom mögött ilyen hihetetlen nagy sajtóbirodalom, mert a sajtóbirodalmak mögött meg nagyvállalatok állnak, vagy gazdag emberek állnak. Tehát, hogy egész egyszerűen ez egy ilyen értékláncolat, ami azt jelenti, hogy most megpróbálnak minél több fogyasztót kinevelni Afrikában. Márpedig Afrikában nehéz körülmények között élnek az emberek. Ahhoz, hogy ezt a szocializációs folyamatot le tudják rövidíteni, vagy Afrikában építünk rettenetes sok pénzért, rengeteg mindent, ami hirtelen felhúzza őket, vagy az olcsóbb megoldás, hogy afrikaiaknak egy jelentős részét áthúzzuk Európába. És innentől kezdve érdekelté válnak a migrációban.